Ó, oh, kedves James, hol van apa? Azt hiszem, vacsorához öltözik. Én is megyek segíteni a tiszteletreméző Edwardnak. Ez a rengeteg gyümölcs. Gyönyörűen elrendezte őket. Pont ahogy a mama csinálta. Köszönöm, Miss Poppy. A virágokat is maga rendezi el a házban, ugye? Csak ahogy tőlem telik. Azt hiszem, nekem kellene. De én olyan kétbalkezes vagyok, maga meg olyan ügyes ebben. És mégis férfias. Különbözik azoktól a fickóktól, akikkel én járok. Úgy tűnik, Mr. Jerry nagyon érdekes fiatalember. Ó, igen, nagyon jó a partikon és jól játssza a kergebirkát, de mikor a smacizásra kerül, a sor semmit sem ér. Maga smacizik, James? Ideje, hogy segítsek Mr. Teddynek az öltözködésben. Ó, hadd várjon, soha nem beszélgethetünk itt kettesben. Megvannak a kötelességeim, Miss. Mondok valamit? Remélem, nem tart majd túlhaladónak, de miért ne rendezhetnénk egy éjszakai partit lenn a konyhában, miután már mind aludni tértek, órákig beszélgethetnénk? Nem, Miss, ezt nem tehetem. Ó, értem. Valószínűleg nem kedvel engem. Hogy kedvelem-e? Persze, hogy kedvelem. Ismerem iskolás lánykora óta. Mindent megtennék magáért, Miss Poppy. Mindent. Várjon a konyhában éjfélkor. Szia, Mia! Henry! Néhány szőlőszem hiányzik! Jó estét, Miss. Ó, James, te romantikus gyertyák! Nem akartam az elektromos világítást használni, nehogy felhívja a figyelmet a jelenlétünkre. Ó, mit gondol, mit fogunk csinálni? Rakoncátlankodni fogunk? Már megint elpirult? Imádom, amikor elpirul! Hozzon poharakat. Igen, Miss. Elcsentem a vacsoráról. Tudom, hogy nem lopna apa pincéjéből. Persze, hogy nem, Miss. Tölthetek? Nem. Mindig maga tölt. Most én fogok. Mit szól hozzá? Tökéletes. Szeret szolgáló lenni, James? Úgy tartom, nagy kiváltság ez. Másként hogyan élhetne egy magunk fajta ilyen gyönyörű dolgok között? Ó, gondolja, hogy én gyönyörű vagyok? Nem így értettem, de igen, igen. Nagyon gyönyörű, Miss Poppy. Ó, köszönöm, James. Maga pedig szerintem nagyon fes. Akkor kettőnkre. Két gyönyörű emberre. Üljön le, James! Szerintem a barátnője nagyon szerencsés. Nincsen barátnőm. Biztos? Miért nincs? Hogy őszinte legyek, az alkalmazottak között nem találok nekem tetszőt. Talán az elképzeléseim magasabb röptűek. Igazán? Az egyik barátnőbe szeretett bele? Nem, Miss. Talán Sissy egyik barátnőjébe? Nem talál benne kivetni valót, ha még egy kis bort kérek. Ó, persze. Nézze, mellé csöpögtettem. Ha maga tölti, nem fordul elő. Hogyan csinálja? Nos, egy kicsit elforgatom az üveget. Mutassa meg! Így. Így. Ó, mellé csöpögtette. Remeg a keze. Persze, hogy remeg. Nem tudom elhinni, hogy ez megtörtént. Nem lehetnék itt. És maga sem. Igen, azt hiszem. Oh, Miss Poppy. James, mit nem merészel? Engedjen el! Sajnálom, Miss Poppy.
Nem tudom, mi történt. Elvesztettem az önuralmamat. Igen, azt hiszem. Csak egy pohár borra és egy kis csevegésre jöttem le. Azt hittem, isteni lesz. Talán azt is megengedtem volna, hogy búcsúpuszit nyomjon az arcomra, de hogy rám ugorjék, mint valami durva szénhordó. Hogyan kérje bocsánatot, Miss Poppy? Meggondolom, hogy ne szóljak a papának róla. Csak azt nem, Miss Poppy. Jó, talán nem. Még gondolkozom rajta. De tanulja meg, hol a helye! Igen, Miss. Miért ne ihatnám a borukat? Ó, még egy kis puncs, de jó! Igen, Miss Poppy. Maga került engem egész nap. Nagyon sajnálom, Miss Poppy. Azok után, ami az éjjel történt, magára sem merek nézni. Ne legyen olyan ostoba, már mindent el is felejtettem, amíg meg nem láttam, hogy lógatja az orrát. Fel a fejjel, igyon egyet! Nem teheti, ugye? Remélem, később felhajt egyet. Jerry, ne igyál többet, teljesen berúgsz! Állok elébe!